szépen tisztelettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit. Magyarország legjelentősebb korrupciós ügye a Vejbotrány, amiben a gyanú szerint bűnszervezetben különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja merült fel az Európai Unió csalás elleni hivatala jelentése alapján, és amiben a Szálak Tibor Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez érnek. Az elmúlt hetekben az MSZP önkormányzati képviselői megszerezték a jelentés szolnoki és kalocsai példányát, amiből világosan látszik, hogy a gyanú megalapozott. Miután a nyomozóhatóságok és kiemelten az ügyészség szemlátomást a füle botját sem mozdítja, a választópolgárok és a nyilvánosság részéről pedig egyértelmű igény fogalmazódott meg egy közös ellenzéki fellépés érdekében, ezért kezdeményezésünkre a három ellenzéki frakció úgy döntött, közösen létrehoz egy parlamenti árnyék vizsgálóbizottságot. A korrupció elleni harc nem pártpolitikai kérdés, olyan ügy, ami a legkisebb közös többszörös minden párt részéről. Azért ezt a formát választottuk, mert a parlamenti képviselőknek többletjogosítványai vannak, a hivatalok és a hatóságok felé is. A bizottságok üléseit felváltva fogják vezetni a frakciók részéről delegált képviselők, a munkába pedig várunk minden parlamenti pártból egy-egy képviselőt, tehát a frakcióval nem rendelkező parlamenti ellenzéki pártokat is, és természetesen a Fidesz-KDNP-t is. Még a mai napon a meghívót mindenki meg fogja kapni. A bizottság Budapesten meghallgatásokat, vidéken pedig az érintett településeken tényfeltáró kihelyezett üléseket fog tartani a tervek szerint a következő napokban és hetekben. És most átadom a szót Hatházi Ákosnak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Ennél a bizottságnál nyilván jogosan merül fel, hogy mi lehet a cél, mi a célja egy ilyen bizottságnak, pláne akkor, ha tudjuk, hogy korábban azért voltak régebben olyan parlamenti vizsgáló bizottságok, amelyeknek túl sok eredményét nem látjuk. Mégis azt gondoljuk, hogy nagyon komoly célja van ennek a bizottságnak, ugyanis nagyon sokat tudunk már erről az esetről. Önök is, néha a sajtó többet tud, mint mi, hiszen a sajtó egy része már megszerezte ezt a jelentést, mi ezt még nem láttuk, szeretnénk ezt is megkapni. Ugyanakkor mégis van feladatunk. Elsősorban azért, mert nagyon komoly és fontos kérdéseket kell feltennünk, például fel kell tennünk a kérdést a korábbi szekszárdi polgármesternek, Horváth István államtitkárnak, jelenleg még államtitkárnak, hogy vajon kitől kapta meg azt a telefonszámot, amelyen rajta volt Tibor István cégének, az igazgatójának a száma. Ki mondta neki először ezt a projektet, egy olyan projektet, amelyiket akkor még ki sem írtak Európai Uniós támogatásra, kitől hallott erről, ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha már erre az egyre kapnánk választ, akkor én azt hiszem, hogy megérte a bizottságot összehívni. Ugyanakkor természetesen ismereteket szeretnénk gyűjteni erről az ügyről, de szeretnénk ismereteket átadni a magyar állampolgároknak, a magyar embereknek, szeretnénk minél több részletét felfedni ennek a valóban rendkívül súlyos és az elmúlt 30 év egyik legsúlyosabb és legmagasabbra vezető ügyének a tekintetében, és végül természetesen szeretnénk üzenni a Fidesznek, és szeretnénk információt adni a Fidesznek is, szeretnénk, hogyha a fideszes politikusok tudnák azt, hogy mire számíthatnak. Most jelen pillanatban néhány hétig még ezeket a kérdéseket megúszhatják, valószínűleg nem fognak eljönni a meghívásunkra, de szeretnénk, hogyha tudnák, hogy milyen kérdéseket kell számítaniuk a választások után. Végül egy fél mondatot a tegnapi választásokra, tehát a tegnapi Hódmezővásárhelyi választásra utalva, az elmúlt héten tartottam egy korrupcióinfót Hódmezővásárhelyen, és azt kell mondanom, hogy ott a Tibor szerződés az nem egy kivétel volt, hanem maga a szabály volt. Minden jel arra mutat, hogy Hódmezővásárhelyen is szakmányban végezték a közbeszerzéseknek a manipulációját azért, hogy az ismerősök kapják meg ezeket a beszerzéseket. Tisztelettel köszöntök el is mindenkit, hogy miért van szükség egy ilyen alternatív vizsgálóbizottságra? Azért, mert ebben az országban az elmúlt években nem lehet vizsgálóbizottságot indítani. Egy normális országban egy vizsgálóbizottságnak, egy parlamenti vizsgálóbizottságnak kellett volna már rég felállnia, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy nagyon súlyos ügyről van szó, súlyos válságban van Magyarországon, mint a politika egyébként, mint erkölcsileg egy súlyos válságba kerültünk, hiszen a magyar miniszterelnök Orbán Viktor és családja egy korrupciós csalássorozat gyanújába keveredett. Minden normálisan működő országban a miniszterelnöknek egy ilyen gyanú után, egy ilyen súlyos ügy után le kellene mondania. Nálunk
demokratikusabb országokban, Dél-Afrikában például a saját pártársai kényszerítették rá a miniszterelnököt, hogy mondjon le. Vagy Dél-Koreában éppen most ítélték el a volt miniszterelnök strómanyját 20 évre. Nálunk is hasonló vizsgálatokat kellene lefolytatni, függetlenül attól, hogy éppen kik az érintettek, kik a, milyen politikai párthoz tartoznak, és ezért kénytelenek vagyunk egy alternatív vizsgálóbizottságot felállítani. Ez a vizsgálóbizottság megpróbálja teljes körűen feltárni azokat az ügyeket, amik foglalkoztatják a magyar társadalmat. Az emberek kíváncsiak, és a média is kíváncsi arra, hogy olyan Tiborcz István, Orbán Viktor veje milyen csalássorozatokat követett el a cégei keresztül. A legelső ülést, nem várhatunk sokáig a munkával, a legelső ülést, kihelyezett ülést holnap meg fogjuk tartani. Ennek a kihelyezett ülésnek én látom el az elnöki feladatait, és holnap Kecskemétre fogunk ellátogatni az önkormányzathoz, és beletekintünk azokba az iratokba, amik a kecskeméti üggyel kapcsolatosan az önkormányzat rendelkezésére állnak. Meg fogjuk vizsgálni ezeket az ügyeket, és természetesen utána egy sajtótájékoztatót fogunk tartani. Ennyit szerettünk volna elmondani. Reméljük, hogy sikeres lesz a munkánk. Reméljük, hogy önöknek is információkkal fogunk tudni szolgálni a jövőben is folyamatosan ezekről az ügyekről. De továbbra is úgy tartjuk és úgy gondoljuk, Orbán Viktornak ki kellene állnia, választ kellene adnia ezekre a kérdésekre, abba kellene hagynia a bujkálást és a gyáva menekülést ezek elől a kérdések elől, és Orbán Viktornak le kellene vonni a konzekvenciákat, és le kellene mondani a pozíciójáról, mert tarthatatlan, hogy Magyarország megítélését nemzetközileg is rombolja, és morális válságot és politikai válságot okoz az országban. Köszönöm szépen. Litauszki Balázs vagyok az RTL híradótól, először a témában... Bocsánat, én siket vagyok egy kicsit hangosan, köszönöm. Oké, okay. Litauszki Balázs vagyok az RTL híradótól, először a témában szeretnék kérdezni, említették, hogy árnyékbizottság, háttérbizottság, miben más a bizottságnak ez a formája, mint egy hagyományos parlamenti vizsgálóbizottság, milyen jogosultságai vannak, mit tud elérni egy ilyen bizottság? Azért választottuk ezt a formát, mint az elején a bevezetőben elmondtam, mert az országgyűlési képviselőket alanyjogon illet meg olyan többlet jogosítvány, ami senki más ebben az országban. Országgyűlési képviselőként a hivatalokban, a hatóságok épületében, akár önkormányzati hivatalban is a kérdéseinkre válaszolniuk kell, oda beléphetünk, és a megfelelő felvilágosítás törvény erejénél fogva meg kell, hogy kapjuk, amit egyébként egyéb más csak pártpolitikus vagy önkormányzati képviselő ilyen jogosítványon nem rendelkezik. Ezek a elsősorban a kihelyezett ülések tekintetében érdekesek, de azt gondoljuk, hogy egy parlamenti árnyék vizsgálóbizottság abból a szempontból is érdekes lesz, amikor itt valahol a parlament épületében vagy a Fehérház épületében meg fogjuk hívni azokat a szereplőket, akik akár a cégek részéről, akár az önkormányzatok részéről, akár jelenleg a munkájukat remélhetőleg szorgosan végző hatóságok részéről beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek irányunkban. Meglátjuk, hogy milyen sikerre, de azt gondoljuk, hogy ez a leghatékonyabb forma, hogy információhoz jussunk. Ezeknek a cégeknek el kell jönnie egy ilyen meghívásnak elérhetetlen? A cégeknek természetesen nem kell eljönnie. Ez a nyilvánosság kérdése és a nyilvánosság nyomásának a kérdése, hogy megmerik-e tenni, hogy nem jönnek el. De azt gondolom, hogy sok olyan szereplő van, aki el fog jönni az ügyben. Egyetlen egy mondat. Azért tartjuk például holnap Kecskeméten ezt a kihelyezett ülést, mert a ellenzéki önkormányzati képviselők egyeztetve polgármester asszonynal 10 órára kaptak egy időpontot, hogy betekinthetnek az iratokba Kecskeméten, ezért mi úgy gondoljuk, hogy megerősítve őket egyébként, és ezt, ennek a vizsgálóbizottságnak a munkáját is elkezdve, mi is betekintünk ezekbe az iratokba, és közösen fogjuk átnézni a helyi önkormányzati, ellenzéki önkormányzati képviselőkkel a rendelkezésünkre bocsájtott iratokat, vagy amit még esetleg ott a helyszínen kérünk majd polgármester asszonytól, hogy a jegyzőtől a képen jelen lesz. Egyetlen egy mondat, mint ahogy mondtam, nincsenek illúzióink a tekintetben, hogy ezt mennyire fogják ezt a bizottságot valóban komolyan venni az állami szervezetek, vagy a kormánypárti képviselők, vagy ezek a cégek. Azonban ezzel a bizottságon mindenképpen üzenni szeretnénk, hogy a kormányváltás után, a választások után ennél jóval-jóval komolyabb számonkérésre számíthatnak, és szeretnénk, hogyha látnák, hogy mik azok a legkomolyabb kérdések, amit el lehet kezdeni gondolni. Más témában is lenne kérdésem.
társadalmi kurva egyenesen, amit mondanám, mint én először. A Magyar Nemzet információi szerint az LMP nyitna az MSZP és a Jobbik irányában egy esetleges választási együttműködéssel kapcsolatban, meg tudja ezt erősíteni, hogy nézne ki ez az egyeztetés, és aztán a többi képviselő uraktól is kérdezni, hogy nyitottak lennének egy ilyen széles körű együttműködésre. Ugyanazt tudom elmondani erre a kérdésre, mint amit hetek meg hónapok óta minden alkalommal, amikor erről kérdeznek, el szoktam mondani. Az LMP, ahogy eddig is, most is meg tudja azt erősíteni, hogy kész együttműködésekre, akár kész lehet visszaléptetésekre is, azonban nagyon fontos, hogy ennek akkor van értelme, hogyha jó jelölt számára történik ez az együttműködés, hogyha hiteles jelölt számára történik ez az együttműködés, hogyha olyan jelöltet tudunk támogatni, akiről meg vagyunk győződve, és az emberek is meg vannak győződve, hogy valóban a korszakváltásban érintettek. Ami Hódmezővásárhelyen történt, az nem azért novum, nem azért újdonság, mert több párt egy jelölt mögé beállt, hanem két dolog miatt. Az egyik az, hogy egy rendkívül jó jelölt mögé álltak be ezek a pártok, egy olyan jelölt mögé, akiről a Hódmezővásárhelyi emberek elhitték azt, hogy le fogja csapolni azt a mocsarat, ami ott kialakult, meg fogja változtatni ezt a várost. Ilyen jelöltek mögé érdemes odaállni. A más tekintetben pedig ez egy széles körű együttműködés volt, jóval szélesebb körű, mint ami eddig felállt. Továbbra is elmondjuk, hogy az LMP nem kompromisszumképtelen párt. Hogyha kompromisszumképtelen lenne, akkor nem lenne méltó a politizálásra, hiszen a politikának a lényege az, hogy megfelelő kompromisszumokat kössünk. Továbbra is elmondjuk, hogy elvtelen kompromisszumokat nem fogunk kötni, ezeket elmondtuk eddig is. Ami a Magyar Nemzetben levő hírekben szól, egy elnökségi határozatról, ezt meg tudom erősíteni. Az elmúlt héten, tehát körülbelül egy hete az elnökség hozott egy olyan határozatot, hogy megbíz egy delegációt, hogy adott esetben tárgyalhasson az MSZP, illetve a Jobbik képviselővel választási együttműködésekről. Ahhoz, hogy erről az LMP döntsön, ahhoz kongresszusi határozat kell, egy kongresszusnak összehívásához 8 napra van szükség az LMP-ben. Ezt kezdeményezték már? Voltak már beszélgetések, én elmondtam mindig, ahogy korábban is beszéltünk ellenzéki pártoknak a vezetőivel. Rendkívül fontosnak tartjuk, ugyanúgy, mint ahogy eddig mindig elmondtuk, hogy nem fogjuk egyenes adásba közvetíteni ezeket a beszélgetéseket. Meggyőződésünk, hogy azok, akik másról sem beszélnek, csak minden nap és minden órában arról, hogy milyen együttműködésekre vannak szükségek, azok akár akarva, akár akaratlanul is a kormányváltás ellen beszélnek, hiszen Hódmezővásárhelyen is azért történhetett ez a rendkívül szép és fontos eredmény, mivel Márki-Zay Péter az emberek problémáiról, tehát a Hódmezővásárhelyi problémáiról, az ottani rendkívül súlyos korrupcióról beszélt, és annak megoldásáról beszélt, nem pedig az együttműködésről beszélt minden órában. Említette, hogy a kongresszus összehívásához 8 napra van szükség. Kezdeményezték már a kongresszus összehívását? Nincs ilyen kezdeményezés. Mikor lesz? Hogy lesz-e? Akkor, hogyha ez szükséges, akkor lesz. Jó, és akkor kérném a másik két képviselő urat is, hogy reagáljanak ezekre a hírekre. Itt elmondanék az Alternatív Vizsgálóbizottságról, és az elején is elmondtam, hogy azért van szükség rá, mert a Fidesz egyetlen egy párt, aki folyamatosan megakadályozza azt, hogy vizsgálóbizottságok alakuljanak, az pedig a Fidesz-KDNP. Mert április 8-án Fidesz-KDNP-t le fogjuk váltani, nem ő fog kormányozni, éppen ezért ez az Alternatív Vizsgálóbizottság, amely most elkezdi a munkáját, ez április 8-a után át fog menni egy hivatalos parlamenti vizsgálóbizottsággá, amikor visszaállítjuk a demokráciát és a jogállamiságot Magyarországon, akkor majd alakulhatnak már vizsgálóbizottságok, parlamenti vizsgálóbizottságok, akik még ennél is nagyobb jogosítvánnyal fognak rendelkezni és vizsgálhatják meg ezeket az ügyeket. És nekem meggyőződésem egyébként, hogy a tegnapi nap után egyértelmű, hogy a Fidesz-KDNP megroppant. A Fidesz-KDNP most már az egész ország számára nyilvánvaló, hogy legyőzhető, és le is fogjuk győzni, és le fogjuk váltani ezt a velejéig korrupt kormányt, és vissza fogjuk állítani Magyarországon a demokráciát és a jogállamiságot. Képviselő úr, a Jobbik többször is deklarálta, hogy egyedül készülnek kormányváltásra, továbbra is tartják, hogy nyitottak egyeztetésre, visszaléptetésekre, együttműködésekre a baloldali pártokkal? Többször elmondtuk az elmúlt időszakban a Jobbik álláspontját a választásokkal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy nem szabad lebecsülni a magyar választópolgárokat. A magyar választópolgárok pontosan tudják, hogy helyben kik a legerősebb jelöltek. Pontosan tudják, hogy kire kell szavazni ahhoz, hogy a
Fidesz-KDNP-t és Orbán Viktor csapatát le lehessen győzni. Amikor, amennyiben változás lesz ebben az álláspontunkban, akkor azt majd a felelő szerveink, akár az elnökség vagy a választmány hozhatja meg, és hogyha bármilyen változás lesz, akkor természetesen azt közölni fogjuk a sajtó nyilvánosságában. Akkor jól értem, hogy jelenleg a Jobbik álláspontja szerint az előző kérdésemre egy nem a válasz. Jelenleg az a válaszom, hogy többször elmondtuk azt, hogy a Jobbik hogy áll hozzá a választásokhoz, többször elmondtuk azt, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom hogy képzeli a Fidesz-KDNP leváltását, és többször elmondtuk azt, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyar választópolgárok felelősségteljesen gondolkoznak, átlátják a helyzetet, erre több példa volt az elmúlt időszakban, hiszen ne csak Hódmezővásárhelyre gondoljunk, hanem gondoljunk Veszprémre, gondoljunk akár Tapolcára, ahol ugyanúgy több párt indult egyébként, és mégis az emberek tudták, hogy ki a legerősebb jelölt, és ráadták a szavazatokat, és mind a három helyen, amit az előbb említettem, mind a három helyen súlyos vereséget szenvedett már akkor is a Fidesz. Annak ellenére is, hogy mondjuk Tapolcán Orbán Viktort is bevetették, mint nagy ágyút, és ott sem sikerült győzniük. Én úgy gondolom, hogy abban a 106 választókerületben, ahol elindulnak az ellenzéki jelöltek, abban a 106 választókerületben az emberek pontosan tudják, hogy ki az, aki le tudja győzni a Fideszt, és rá fognak szavazni majd április 8-án, és ezért fog megbukni az Orbán kormány. Tehát akkor jelenleg a Jobbik még nem léptetne vissza egyéni jelöltet egy körzetben sem baloldali jelöltek javára. Csak megismételni tudom önmagamat. Amennyiben változás lesz ebben a helyzetben, akkor ezt a változást a Jobbik elnöksége vagy választmánya hozhatja meg, és amennyiben a Jobbik elnöksége vagy a választmány valamilyen változást fog megbeszélni, vagy más lesz az álláspontja, akkor közölni fogjuk a médiával. Ma 10 óra 30 perckor az MSZP párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje és az MSZP elnöke közös sajtótájékoztatót tartott. Ha jól látom, az itt lévő mikrofonokat minden egyes stáb jelen volt. Kérem a feltett kérdések, amit mindjárt hangoztak, azokat a válaszokat legyen kedvesek használni. Köszönöm szépen. Magyarnak a Hír Televízió híradó harangozó úrtól kérdezném, hogy értem, hogy elzárkózik a válaszadás alól, de pont tegnap az önök pártelnöke Molnár Gyula mondta azt a Közös Ország Mozgalomnak a vitafórumán, hogyha 2014-ben az LMP visszalépett volna olyan egyéni körzetekben, ahol a baloldalnak esélye lett volna, akkor 11 helyen nyert volna a baloldali összefogás, ezzel megakadályozható lett volna a kétharmad. Ő ezt úgy értékelte, hogy az LMP akkor a mérleg nyelve volt, ami éppen akkor rossz serpenyő felemutatott. Nem nincsen szükség akkor az LMP-re való tárgyalásra? Azt kérdezem is ezt azért újra, mert 10 óra 30 perckor ez a hír még nem volt nyilvános, hogy az LMP az egyéni politikáját eltérően most már komolyabb tárgyalásra kezdeményezne a koordinátori tárgyalásra. Értem, a kérdésben felrejlő hír félig igaz, nem 11, hanem még plusz 11 körzetet lehetett volna megnyerni 2014-ben, hogyha az LMP akkor koordinál, és az ön által feltett kérdésre választ a miniszterelnök jelöltünk és pártelnökünk megadta. Köszönöm. Köszönöm. Nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen. Köszönjük szépen.